Már túl vagyunk az ünnepélyes megnyitón és a bemelegítésen, és ezek után most már a fiatalok elmentek a különböző állomásokra, helyszínekre, hogy részt vegyenek a versenyeken, hiszen 2019. április 26-án a Csepeli Hon és Rendvédelmi Ifjúsági Napon járunk, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weisz Manfred Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiumának füves területe biztosítja a helyszínt az eseménynek. A rendezvény védnöke Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A versenyre minden csepeli általános és középiskola 7., 8., 9., 10. és 11.-12. évfolyamából egy-egy 10 fős csapat nevezhetett. 5 állomáson futnak a versenyek egy időben. Elsősegélynyújtás, újraélesztés, lézerránlövészet, vívás, akadálypálya és egy kombinált helyszín várja a fiatalokat kovács műhellyel, drónröptetéssel és egy kérdezfelelek játékkal, ahol öttusával kapcsolatos kérdésekre lehet válaszolni. A programot a honvédség, rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat és közterület felügyelet eszközeinek bemutatói színesítik.